hol a zászló? Körösi Mimi művész nevén Saya Noé Malajziában töltötte gyermekkora nagy részét komoly zenész szüleivel. A legismertebb magyar zenei Twitch streamer, akinek online koncertjei tízezrek követik világszerte. Produkcióját személyesen is megnézhetjük, zenekarával állandó fellépő fesztivál és koncertszínpadokon is. A szerepcsere mai vendége Saya Noé. Csodás túra helyszínen vagyunk, gyakran túrázol itt a Schwab-hegyen? Nekem a kedvenc túra helyem, nem akkora nagy túra, inkább azt mondom, hogy a kedvenc spotom az a Tündérszikla, és az ott van a normafa alján. De most nem véletlenül vagyunk itt a Schwab-hegyi csillagvizsgálónál. Te mennyire szereted a csillagokat, illetve mi közöd van a csillagokhoz? Nincs az a gyerek, aki nem akart valaha az élete során csillagász lenni, asztronauta lenni, vagy nem tudom, beülni egy rakétába, egy űrruhába, és nem tudom, világgá menni felfedező útra, úgyhogy én sem voltam különböző. Ma csillagásznak állsz. Szabi, készültem! Hey! Gyerünk, most már mehetünk! Maga a kupola képítése nekem borzasztóan tetszett, az, hogy fából van, és nagyon régi. Az észlelések ugye ezzel a nagy távcsővel zajlanak, viszont ahhoz, hogy ki is lássunk, az először ki kell nyitni a kupolát. Segítené nekem? Minden vágyam. Ez az egyetlen része a kupolának, ami nyitható, és aztán ezt kell körbeforgatni, ha mi másfelé szeretnénk nézni. Meg voltam szeppenve attól, hogy ilyen sok részből áll a távcső előkészítése. A következő lépés az lesz, hogy kiválasztunk egy nekünk tetsző objektumot, én most a Holdra szavaznék, beállítjuk a teleszkopban, és aztán odaforgatjuk a kupolát. Szerintem tiszteletre méltó volt a hely, azt éreztem, hogy itt történelemnek egy nagyon fontos részét képezi ez a hely. Mikor épült a teleszkóp? Ez is az 1920-as évek közepén, kivéve az a szélén, az 1880-as évek közepén. 1800. Aha, ez viszont egy újabb gyártmány. Egyből elkezdtem azon gondolkozni, hogy kik lehettek itt, milyen felfedezéseket, milyen nagy megvilágosodások történhettek ott. Milyen hangja van? Most, ahol ülünk, ez egy előadóterem, és ehhez kapcsolódik a kupola is, tehát mi ezt bemutatásra használjuk. Vannak nyílt kapus eseményeink is, az a Csillagkapu néven fut, és egészen délutántól estig mindenféle programon részt venni a téridő trambolinon keresztül, az üstökös főzésen át, a távcsöves vizsgálatokig. Ezt kell forgatnod ebbe az irányba. Nem baj, hogy még nincs sok sín. Hát, reméljük, hogy a másik irányba. Másik irányba. Igen. Na, most egy feladatom volt. Nagyon jó. Azaz, mehet határozottan. Szeptember 26-án érkezik a második nagy lemezem, Jupiter a címe, és ezért is jött az ötlet, hogy eljöjjünk ide ma, és kicsit jobban belelássak a csillagászok életébe és munkásságába. Úgyhogy ugyan ma nem tudtuk a Jupitert megfigyelni, mert azt egy napszak sokkal későbbi szakaszában tudnánk megfigyelni, de tanultam róla, illetve a Holdat meg is figyeltük, úgyhogy sokkal közelebb kerültem így ehhez a világhoz, és egy újult erővel tudom befejezni az album utolsó munkálatait. Ott a Hold, hol a zászló? Amikor távcsőben nézünk, akkor mi azt mondjuk, hogy észlelünk. Tehát nem csak nézünk, hanem észlelünk. Ehhez van rengeteg sok segédeszközünk, például az észlelő létra, amit ugye be kellett állítanunk, az észlelő kanapé, amit be kellett mozgatnunk. Az észlelő bakancs, ami ugye arra való, hogy ne fázzunk. Kiszúrtam még egy kiegészítőt, ami szerintem jól állna a szettemhez. Kifejezetten illik hozzá. Szabad-e kipróbálni? Persze, ez egy észlelő bakancs, az azért szükséges, mert itt nagyon hideg tud lenni, már most is érezzük, pedig most nyár van, és a mínusz 20 fokban sem szabad a kupolát befűteni, mert az elrontaná az észlelést, úgyhogy csillagászt fűtjük be. Arra kérlek, ez cipőstől búj bele. Számítógépen a saját kutatásomat mutattam, tehát egy kutató munka az így zajlik, hogy leülünk a számítógép elé,
elé, megírjuk azt a programot, ami majd segít nekünk feldolgozni az adatokat, és aztán cikket írunk belőle angolul, amit publikálunk, és így minden többi kutató is hozzáférhet ehhez, ami aztán akár újabb alapját szolgáltathatja a későbbi kutatásoknak. Tehát az a lényeg, hogy mi összehozzuk azt a tudást, ami külön-külön bennünk is megvan, hogy megfejtsük az univerzum rejtélyeit. Azt gondoltam volna, hogy mai napig így a csillagvizsgálóban történik maga a vizsgálat, de a mai digitális világban már igazából minden laptop gép előtt történik. Ez is ilyen meglepő, hogy egy csillagász is sokkal-sokkal kevesebb időt tölt egy távcső előtt, mert digitálisan is hozzá tud férni a távcsőhöz, és meg tudja mondani, hogy az mit csináljon, milyen adatokat adjon. Minden nagyon tetszett. Maradtam volna még órákig, hogyha még pár óráig maradtunk volna, akkor még a Jupitert is láttam volna. Azt majd legközelebb fogjuk megnézni.